Köszöntök mindenkit! A folyó év március 1-én közé tettem egy videót, amelyben megemlékeztem Pákei Lajos kolozsvári építészről, az ő életéről, illetve munkásságáról. Az említett videó anyagot meg lehet tekinteni a képernyő jobb felső sarkában levő internetes címen, és bátorítok is mindenkit, aki eddig nem látta, hogy tekintse előbb azt meg, és utána nézze meg ezt a videoklipet. A mai alkalommal némileg ki szeretném egészíteni az akkor elhangzottakat, ugyanis az előző bemutatóban kizárólag a Pákei által megálmodott épületekről, illetve az általa lebonyolított műemlékvédő tevékenységről beszéltem, viszont Pákei kolozsvári örökségét számba véve találkozunk azért kisebb méretben, kisebb jellegű emlékművekről, illetve általa megálmodott helyekről, és ezekről szeretnék ma röviden beszélni. Kezdjük is a virtuális sétánkat a főtéren, a Kolozsvár főterén levő Szent Mihály templom ott körbevevő teret, egészen 1869-ig Nagypiacnak nevezték. Ez nem véletlen, ugyanis évszázadokon keresztül itt tartották a sokadalmat, ahogy régebb nevezték, ma úgy mondanánk, hogy vásárta a piacot. És az 1890-es évekre a kolozsvári vezetőség úgy látta, mivel már korábban áthelyezték a piacot egy másik térre, a város egy másik terére, úgy döntöttek, hogy dísztérré fogják átalakítani, az akkori polgári ízlésnek megfelelő dísztérré fogják átalakítani a már főtér nevet viselő helyszínt. Ennek több összetevője is volt, ezek közé pedig a Pákei Lajos által tervezett és a Szent Mihály templomot, illetve a cintermet, a középkori temetőt körülvevő kovácsolt vas kerítést emelem ki. A kovácsolt vas részeket Simonfi István kovács és gyárlakatos mester műhelyében készítették, az összesen 32 darab pillért, pedig kőből készült pillért, pedig a nagy testvérek kolozsvári kőfaragó műhelyében alkották meg. Az így létrejött kerítés 1898 óta látható Kolozsvár főterén, egy neogotikus stílusban megálmodott kerítésről van szó, és ez is mind a mai napig megtekinthető azok számára, akik Kolozsvár szívén a főtéren keresztül áthaladnak. Ugorjunk egyet az időben és a helyszín tekintetében, és teremjünk Mátyás királyi szülőháza előtt. Közel van a Szent Mihály templomhoz. És azért hoztam ide önöket, mivel hogy az 1887-es évben első Ferenc József osztrák császár, magyar apostoli király meglátogatta Kolozsvárt, és eljött elődjének, a középkori magyar királynak, Mátyás, első Hunyadi Mátyásnak a szülőházához. Ugyanis ebben a házban látta meg 1443. február 23-án a napvilágot az igazságosnak nevezett Mátyás király, és akkoriban egy elég lepusztult állapotban levő, a katonaság által használt épület volt. Meg is jegyezte állítólag
korabeli források tanúsága szerint a következőt idézem, nem nagy kegyeletre mutat, hogy kaszárnyának használják az épületet, eddig az idézet. És ki is utalt egy bizonyos pénzösszeget, 400 forintot arra, hogy kellően jelöljék meg a szülőházat. És ebből a felajánlásból született a bal oldalt látható képen szereplő tábla, amely szintén Pákei tervei alapján készült. A szöveget Hegedűs István klasszika filológus professzor írta, a kivitelezést pedig Zala György szobrász valósította meg. Ha Pákei örökségét vesszük még számba, akkor az általa tervezett sétatéri kaszinó épület előtt levő szökőkútról se feledkezzünk meg, ugyanis egy időben épült egyébként a kioszszal, azaz a mögötte levő kaszinó épületével, illetve az átellenben levő volt korcső a pavilonnal is, mind a hármat egyébként, mind a két épületet, illetve a szökőkutat is Pákei álmodta meg. A szökőkut esetében annyit azért kiemelek, hogy ezt eredetileg Májec Frigyes építész tervei alapján akarták elkészíteni, ezeket a terveket Pákei Lajos módosította, így a végleges változat az az ő kézjegyét is magán hordja. A szobrokat, a Triton szobrokat leszámítva, ezt a négy darab szélen levő szobrot leszámítva, a szökőkút kivitelezését a Tessitori Gurisatti cég vitelezte ki, ők készítették ezt el, az említett tritonokat pedig egy bécsi cég, bizonyos Drache névre hallgató cég készítette el, tőlük rendelték meg tőlük rendelte meg a város. A Triton név pedig onnan származik, hogy az ókori görög mitológiában Tritonnak hívták Poseidon, illetve Amfitrite, a tengerek férfi, illetve női istenének a fiát, Triton, ugye Tritont, aki egy sellő istenség volt, egy félig hal, félig ember, ahogy tetszik, habfiú ábrázatú egyén volt. Az ő nyomán pedig a képzőművészetbe beépült ez az alak, amelyet Tritonnak nevezünk. Érdekesség egyébként, hogyha megnézzük, hogy a tritonoknak még patái, két elülső patája is van. Úgyhogy ez is egy érdekesség ennek a szökőkútnak. Végezetül köszönöm szépen a figyelmet, bízom benne, hogy a kedves hallgatóság épülésére volt ez a kis videó, amelyet bátorítok mindenkit, hogy érezze magát szabadnak, ahogy kifejezze a véleményét, egyetértését, egyet nem értését, illetve tetszését vagy nem tetszését. Én a figyelmüket ismételten köszönöm szépen, jó egészséget kívánok, és találkozunk legközelebb a viszonthallásra.